Be. Na. Jó napot kívánok! Ez az interjú Szabó Ferenccel készült 2017. december 23-án. Üdvözöllek, Ferenc! Kérek egy rövid bemutatkozást. Mint ahogyan kitűnik a riporter kérdéséből is, tehát Szabó Ferencnek hívnak, gyermekkorom óta foglalkoztam a galambászottal. Körülbelül 5 éves koromban fertőzött meg a galambacillussal apai nagyapám. Versenyezni 1955-56 nyarán kezdtem, Gyöngyösön, majd átkerültem Budapestre, és Budafokon folytattam a galambászati tevékenységemet, kisebb-nagyobb sikerekkel. Majd a B12 Egyesületből búcsúztam 2017. decemberében. Hát, röviden ennyit. Tehát akkor már gyerekkorodban elkezdtél galambászni? Igen, gyermekkoromban. Amint mondtam, apai nagyapám fertőzött meg a galambacillussal. Hiszen a galambacillus az egy olyan, amire még antibiotikumot nem találtak ki, tehát nem gyógyítható. Ez az interjú a postagalambok téli kezeléséről szól. Mit szeretnél elmondani a teljesség igénye nélkül természetesen? Mik a több évtizedes tapasztalataid, amit összegyűjtöttél, illetve a szakemberektől, illetve a szakirodalomból összeraktál, összegyűjtöttél az évek során? Hát a téma címe Beszéljünk őszintén. Hát akkor beszéljünk őszintén. Miről is? A levegő versenyparipáinak téli kezeléséről. De van itt egy motto is, gondolataim kristálytisztánk meg vízben nem oldódnak. Beszélgetéseim kapcsán Wiedermann Károlytól tudomást szereztem azon tényről, hogyan kezelik a világ nagyjai és ő kedvenceiket. Ő elmondta, én feljegyeztem és továbbadom. Igaz, Károly már korábbi interjúban kifejtette a kezeléssel kapcsolatos véleményét, mely állítólag egyesek szerint nem kivitelezhető. Nem kivitelezhető. Miért? Itt és most megjegyezni kívánom, hogy a világhírű állatorvos, aki galambék kezelésére specializálódtak, az alábbi kezeléseket ajánlják. Ezen sorozatban leírt állításokat állatorvossal, állatorvosokkal is véleményeztettem, nyilatkozatom előtti nyers állapotban lévő interjúmat. Ha jelenleg is aktív galambász lennék, én biztos, hogy ezt a módszert alkalmaznám, bár már korábban írtam hasonló kezelésekről a Pikoló Tudsz honlapomon és a Madarászok című meséli című blogomban. Nos, kezdjük! Itt és most egy kezelés sorozatot mutatok be. A kísérletező kedvűek, akik komoly eredményt szeretnének elérni a következő versenyszezonban, a szükséges kezeléseket elvégzik, a restek pedig nem. Igaz, a szezon befejeztével kiabálnak mindenfélét. Például doppingoztak, csaltak. Hát nem. Csupán nem sajnálták a ráfordított időt, nyitottak minden újra. Vannak olyan galambász barátaim, akik azt mondták, idézem őket, Szabó, neked már az óvodában is fecskendő volt a jelet. Nem, nem, a fecskendő a jelem nem volt, de nyitott vagyok korom ellenére és minden újra. Vannak, akik azt vallják, tönkreteszik ezen kezeléssel a madarak immunrendszerét. Hát nem, sőt álláspontok szerint kényszerítik az immunrendszert kellő válaszra. Vegyük sorba. Mint mondtam, itt egy kezelés sorozatot mutatok be, melyet több pontban foglaltam össze. Az első. Az első kezelést minden év december 15-e magasságában kell elkezdeni. Egyébként ez nem egy macerás dolog. Itatással kezdjük. 15 napon keresztül, Entrogál nevű antibiotikummal, dózisa 2 ml per liter víz. Tehát tisztító kezelést végzünk, megtisztítjuk a galambok szervezetét a baciktól. Második kezelés. Bélflóra helyreállítás, mely Columbi Herba Ferm. Tehát ez nem más, mint probiotikum. Megjegyzés. Az antibiotikum hasznos bélbaktériumokat is kiöli.
úgy viselkedik, mint a smirgli papírra dörzsölnék át a bélfalát. Tehát a bélbolyhók eltűnnek. Ezen kezeléseket követően 7 nap szünetet tartunk. Harmadik kezelés. Vakcinázás szalmonella ellen, zoásszal, vagy Lewis féle szalmavak vakcinával. Harmadik kezelést követően 3 nap nyugalmi állapotot kell biztosítani. Vagyis nem részesülnek semmiféle kezelésben a galambok. Az ötödik kezelés a nyugalmi állapotot követően triomonász elleni kezelés 10-12 napon keresztül metrazol vagy rodinazol. Dózisa 10 g 1 kg megnedvesített takarmányra keverve. Nedvesítést alkalmazhatjuk vízzel vagy olajjal. Hatodik kezelés. Az ötödik kezelést követően 7 napon keresztül gervit vét adagolunk az ivóvízbe. Hetedik kezelés. Vakcinázás adenovírus elleni vakcinával. Ezen vakcinázás nagy ellenálló képességet vár ki a galamboknál. Nyolcadik kezelés. Nagyon fontos. Az adenovírus vakcinázást követően 15 nap szünet, a 16. napon kezdjük vakcinázni a madarakat paramixu elleni vakcinával, például Columbin 2 és Diftovact vakcinával. Ezt egybekötve oldjuk meg. A Columbin 2-t anyag bőre alá, a Diftovact vakcinát a galamb combjába oldjuk. Következő is nagyon fontos. Soha nem vakcinázással kezdjük. Ha kellően nem előkészített vagy beteg állapotba bevisszük a betegséget előtt, vagy élő vírust, az a nagy hibát követünk el. Vajon mi lehet az eredmény? A vakcinázott madarak elpusztulnak, vagy örökre vírushordozók maradnak. Tovább folytatva, a nyolcadik kezelést követően 15 nap nyugalmi állapotot kell biztosítani, tehát nem kezeljük kedvenceiket semmivel. Tizedik kezelés, a fentebb biztosított nyugalmi állapot után kezdjük el a következő kezelést S76 gyógyszerrel. Ez egy amerikai gyógyszer, mondhatnám csodaszer, melyet papagájoknál is használnak. Ez nem más, mint az ivermektin és más élősködők elleni kombináció. Mivel is kezdünk? Féregtelenítünk, egy ilyen kezelés hatásos például. A galambkullancs ellen, a légcsőférgek, a tüdő és a légzsákférgek ellen is. Itatás 10 napon keresztül. Következik egy nagyon fontos időszak, a párosítási időszak. A párosítást megelőzően egy ideig nem kapnak a madarak semmiféle kezelést. 12. napi kezelés, illetve 12. kezelés. Párosítás előtti 6. napon megkezdjük a madarak itatását 6 napon keresztül ronidazollal, triomonász ellen. Információm szerint a triomonász megtámadja a galambok máját, a belső szerveket, és állítólag eljut az agyba is. Kérdezem. Ha eljut az agyba, talán befolyásolhatja a tájékozódó képességet is? Nem tudom. Ezzel kapcsolatosan jelenleg tudomásom szerint még a tudomány nem jutott el odáig, hogy ezt bizonyítsa. Megjegyezni kívánom, hogy a triomonásszal kapcsolatos egyéb állategészségügyi cikkeim olvashatóak a Piccolo Duc című honlapon is. 13. kezelés, tojásrakás utáni kezelés. 6 napon keresztül kell itatni. Sutrikol és doxigál keverékkel. Dózis 1-1 arány, tehát a tojások kikelése előtt. Ezt követően lehet vitaminnal itatni. 14. kezelés. A kicsik kelését követően 6. nap elteltével, amikor már a maggal kezdik etetni a szülők a fiatalokat, megkezdjük az itatást triomonász ellen. 6 napon keresztül, majd ezt követően vitaminitatás következik. Még sok-sok más betegségek megelőzésével is kellene foglalkozni, melyre talán sor fog kerülni állatorvosok bevonásával. Ilyen például a mikoplazma által okozott megbetegedés, melynek témafelelőse
Spitkovics László professzor úr. Összegezve, a négy nagyon lényeges kezelés sorrendbe foglalva. Máj méregtelenítése, féregtelenítés, vakcinázások előtti tisztító kezelés, trihomonász elleni kezelés. Tovább folytatva zárszóként, tudom, hogy sok-sok kritikát fogok kapni. Azonban, akik kritikát fogalmaznak meg felém, kérem, hogy tényekkel alátámasztva bizonyítsák be az ellenkezőit állításaimnak. Való igaz, hogy a nagy vedlés előtt máj méregtelenítéshez kellett volna visszamenni, melyet a Mária tövis maggal végeznek el, hiszen a Mária tövis mag szilimarin tartalmaz, ma már ezt használják. Korábban évtizedekkel ezelőtt keserű sóval méregtelenítettek. Tehát a triomonász viszont, amikor bőrával kezelték, erre mondják, hol van már a tavalyi hó. Ma már ezek az anyagok szinte hatástalanná váltak, mondják. Végezetül javaslom, hogy folytassunk le egy kerekasztal beszélgetést aktív, eredményesen nem kezdő galambászok bevonásával, illetve szakemberek bevonásával. Köszönöm részletes tájékoztatást. Még azt szeretném, ha elmondanád, hogy tettél-e valamit, vagy mit tettél a galambászok érdekében? Publikáltál, ha igen, akkor hol és mikor és milyen témában? Igen, én több mint 5 éven keresztül írtam cikkeket a Posta Galambsport újságban. Ezek voltak általános ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeim, illetve állategészségügyi cikkek. Meglátogattam galambászokat az ország különböző helyein, illetve Németországban is. Ezekről írtam cikkeket hosszú éveken keresztül. Köszönöm az interjút. Én köszönöm. Áldott békés ünnepeket kívánok minden látogatónak. Köszönöm. Viszont neked is és családodnak is.